Füstérzékelőt kaptak. A parkerdőben egyedül élő ingatlan tulajdonosoknak jutott készülék a katasztrófavédelemtől. E-bike pályázat. Elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlásához nyújt támogatást a kormány. Szent Erzsébet ünnep. A Caritas munkatársai és a szervezet önzetlen támogatói kaptak elismerést. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Négy ingatlan tulajdonos kapott füstjelző készüléket a parkerdőben a Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól. A Kertbarát Egyesület javaslatára egyedülállóknak jutott a szerkezetből, amely akár életet is menthet. November elején egy könnyű szerkezetes kisház égett le az egyik parkerdei kiskertben. A tüzet okozhatta egy kipattanó szikra, vagy a magas hőmérséklet túlhevítette a falat, ezért gyulladt be az egész épület. A hasonló esetek megelőzése érdekében négy ingatlan tulajdonos kapott füstérzékelő szerkezetet a Katasztrófavédelem és a Kertbarát Egyesület jóvoltából. Ha tűz van, akkor ilyen hangjelzést fog adni. Lantos Károly Györgyné idejének nagy részét a kiskertben tölti. Nagyon örült a füstérzékelőnek. Most hozták föl a tűzoltóságtól, és azért, mivel környéken többször volt tűz, és akkor az jelez, és akkor tudok intézkedni én is. A füstjelzőt helyben fel is szerelte a katasztrófavédelem munkatársa. Arra gondoltunk, hogy aki egyedülálló hölgy, férfi, őnekik biztosítanak ilyen lehetőséget, hogy felszereljék hozzájuk ezt a füstjelző készüléket, hogyha valami baj történne, akkor kapnak egy jelzést, hogy menekülni kell, vagy valakit értesíteni kell. Főnagy Anna villanyrezsóval fűt, azt mondja, nagyon ügyel a biztonságra. Mindig vigyázok mindenre. Gyertyát gyújtok, és mindig időben eloltom, elfújom, mielőtt válaszom, nem hagyom úgy. A parkerdei kisházak nagy részét a téli időszakban is használják. Becslések szerint több ezren vannak, akik már ki is költöztek. Én elvileg klímával fűtök, közben kandallóval, akkor itthon vagyok, és jól ez a kis szerkezet, mert hogyha esetleg valami füstöt érzek, vagy kigyullad valami, akkor be fogja teszni nekem. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzmegelőzési Bizottsága több mint 200 füstjelzőkészüléket vásárolt. Ezeket a megyei igazgatóságok között osztották szét. A vasi katasztrófavédők a szociálisan hátrányos helyzetben lévőknek igyekeznek segíteni, ezért vették fel a kapcsolatot a kertbarátokkal. Azok az emberek, akik életvitelszerűen élnek ilyen házakban, elsősorban kandalló, cserépkáját, spórheltet használnak tüzelő fűtőberendezésnek, és ezeknek a hő- és füstelvezetőt, magyarul kémény vagy a kémény cső kivezetésénél a könnyűszerkezetes épületelemek tudnak meggyulladni, valamint gondot tud még okozni azok az elektromos hősugárzók, amik közvetlen hőt sugároznak a környezetükre, és akár valamilyen buttor, ruhanemű, vagy bármilyen berendezési tárgy használati tárgyat meg tud gyújtani. A készülék olyan magas frekvencián jelez, hogy álmából is felébreszti azt, aki veszélyben van. Mától 5 napra megnyílt az elektromos kerékpárokra kiírt pályázat első szakasza. A cél, hogy minél többen járjanak munkába autó helyett e-bike-kal, így javul a levegő minősége és a parkolás sem okoz gondot. A pályázati támogatás keretösszege 1 milliárd forint. Bíroszné Móricz Zsuzsanna régi vágya teljesült idén. 2017-ben egy őrségi kirándulás alkalmával próbálta ki először az elektromos kerékpárt, akkor határozta el, hogy ő is szeretne egy ilyet. Férjével együtt a nyáron 1000 kilométernél is többet kerekeztek a megyében. Home office-ban dolgozom, de már kacérkodom azzal a gondolattal, hogyha újra ki lehet innen itthonról mozdulni a járvány elmúltával, akkor ahova csak lehet kerékpárral fogok városon belül is mondani, épp azért, ahogy te is említetted, a katasztrofális parkolási viszonyok miatt ez így sokkal egyszerűbb lesz. November 23 és 27 között nyílt meg az elektromos rásegítésű kerékpárokra kiírt pályázat első szakasza. A programra az Innovációs és Technológiai Minisztérium 1 milliárd forintos keretösszeget biztosít. Magyarországi lakóhellyel és a beadást megelőzően 3 hónap folyamatos munkaviszonnyal rendelkezők igényelhetnek maximum 50%-os támogatást pedál- vagy nyomatékszenzoros hajtási rendszerű e-biciklikre. A nyomatékszenzorosnál a motor a váz közepén van beépítve,
és ebbe egy nyomatékérzékelő található, ami tulajdonképpen attól függően, hogy milyen erősen tekeri az ember a kerékpárt, olyan intenzitással fog rá segíteni. A pedálszenzoros a kerékpároknál a motor általában az első kerékben található. Pedálszenzoros biciklire maximum 90 ezer, míg a nyomaték szenzorosra legfeljebb 150 ezer forintos támogatás nyerhető. A kerékpárt a programra regisztrált kereskedőtől kell beszerezni. A pályázatot bonyolító Kft. Honlapján 4 vasi, köztük 3 szombathelyi kereskedés szerepel. Észrevehető, hogy nagyobb az érdeklődés, így az utóbbi pár napban az elektromos kerékpárok iránt. Tehát a mai naptól nyílt meg ez a pályázati lehetőség, ami alapvetően a munkába járás megkönnyítését célozta meg. Tehát a pályázatnak alapfeltétele, hogy munkaviszonnyal rendelkezzen a pályázó. Borbé Norbert szerint érdemes a kiválasztott kerékpárt mielőbb lefoglalni. Elképzelhető ugyanis, hogy a készlet előbb elfogy, mint a keretösszeg. A 2021. október 29-ig tartó pályázat 12 szakaszban nyílik meg néhány napra. A program célja, hogy minél többen járjanak autó helyett e-bike-kal munkába, így csökken a levegőszennyezettség és a parkolás sem okoz gondot. Továbbá a lakosság egészségügyi állapotának javulását is várják tőle. A veszélyhelyzet idején a parkolás megkönnyítése érdekében az alábbi döntést hozta Nemény András szombathely polgármestere. December 11-éig az önkormányzat, illetve az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok szombathelyi parkolóit megnyitják. Ezek közé tartozik a színház, a szimfonikus zenekar, a műjégpálya és a tófürdő, valamint a sportiskola parkolója, a Szavária Turizmus Aréna utcai parkolója, a Haladás Sportkomplexum parkolói, a Szova Kőszegi utcai és Vasút utcai parkolói, illetve a polgármesteri hivatal Tököli utcai parkolói. Rövid hírekkel folytatjuk. Védett sávban vásárolhatnak az idősek. Kórházi infóvonal a betegek hozzátartozóinak. Önkéntesek jelentkezését várja az önkormányzat. Online zajlott a Gyermekművészeti Fesztivál. Egy mai kormányrendelet értelmében az idősek védett sávban vásárolhatnak az üzletekben. Bármikor felkereshetik az üzletet, de hétköznaponként 9 és 11 óra, hétvégén pedig 8 és 10 óra között csak ők tartózkodhatnak a boltokban. Telefonos infóvonalat indít a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház a betegek hozzátartozóinak. A járvány ideje alatt a 0694 519 090-es telefonszámon azoknak a hívását fogadják, akik a kórházban fekvő rokonaikról szeretnének tájékoztatást kérni. A telefonszám hétfőtől csütörtökig 7 óra 30 és 16 óra, pénteken 7 óra 30 és 13 óra között hívható. Az adat egyeztetés után a kezelőorvos 24 órán belül visszahívja a legközelebbi hozzátartozót a megadott telefonszámon, és tájékoztatja a beteg állapotáról. A legközelebbi hozzátartozó személyét a beteg adja meg, más személyek részére információt nem adnak ki. A város honlapján olvasható koronavírus infó cím alatt elérhető azoknak a vendéglátóhelyeknek és üzleteknek a listája, amelyek vállalják az ételházhoz szállítást, illetve a bolti bevásárlás kiszállítását. Ugyanitt elérhető az az űrlap is, amelyet kitöltve bárki önkéntesnek jelentkezhet, megjelölve, hogy mely területeken ajánlja fel segítségét. A polgármesteri hivatal által szervezett önkéntesek segítséget nyújtanak kutyák sétáltatásában is azoknak, akik határozattal elrendelt karanténban vannak, és a kutya sétáltatását nem tudják családtagjukkal, ismerősükkel megoldani. Az igényeket munkanapokon 8 és 12 óra között lehet bejelenteni a képernyőn látható elérhetőségeken. Online szervezte meg az Agora Szombathelyi Kulturális Központ a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Fesztivált. 84 fiatal mutatkozott be. A legtöbben verset, mesét és prózát, valamint mai dalt adtak elő, de érkezett videó modern tánc, népdal és egyéb kategóriában is. Színdarabot, kabaré jelenetet és horvát néptáncot is láthattak a zsűritagok, akik kategóriánként értékelték a produkciókat. 10 arany, 12 ezüst
és 26 bronz minősítés született. Az elismeréseket egy későbbi időpontban vehetik át a résztvevők. A bemutatóról összefoglaló film készül, amely az Agora honlapján látható majd. A Caritas önkéntesei a szeretet követei, akik észreveszik a rászoruló embereket és segítenek rajtuk, mondta a Caritas lelkinapján tartott szentbeszédében Székely János megyés püspök. Szent Erzsébet ünnepéhez közel éves találkozójukat tartották a Szombathelyi Egyházmegyei Caritas munkatársai, értékelték az elmúlt évet és elismeréseket adtak át. Idén Zalaegerszegen a Jézus Szíve templomban gyűltek össze a Szombathelyi Egyházmegyei Caritas munkatársai. Hálát adtak az elmúlt évért, és ünnepelték a szervezet újraindulásának 30 éves évfordulóját is. A 30 évünknek a legnagyobb csodája, hogy tényleg egy év alatt, a legelső évben már 44 plébáni Caritas csoport jött létre, és a harmadik, negyedik évünkben már közel 80 plébáni Caritas csoport dolgozott, és ugye ebben a plébáni Caritas csoportokban ilyen 14, 18, 20, 25 ember volt az önkéntes munkatársunk. Napjainkban több mint 900 önkéntes segíti a rászorulókat Vas és Zala megyében. Több mint 52 ezer embernek nyújt a szervezet folyamatos segítséget. A Caritas munkatársai a szeretet követei, mondta szentbeszédében Székely János megyés püspök. Igen sok ember számára az egyházban talán a legmegfoghatóbb és leginkább szimpatikus az pontosan ez, hogy segítünk, adunk, próbáljuk a világot szebbé tenni. Ahogyan sokan nézik szimpátiával a szép családjainkat, és látják a gyermekáldás vállalásának az örömét, szépségét, a házastársi hűségnek a szépségét. Éppen így a Caritas is egy ilyen pont, ahol meg tudjuk mutatni a keresztény hitünk értékét, kincsét, ragyogását. Az idei évben is jutalmazták a kiemelkedő munkát végzett Caritas munkatársokat, valamint a szervezet tevékenységét segítő vállalkozókat. Caritas Hungarika díjjal jutalmazták a Bagodi Caritas csoport vezetőjét, Büki Mariant, a zalaegerszegi Jézus Szíve plébánia Caritas csoportjának vezetőjét, Kovács Erzsébetet és munkatársát, Jó Józsefet. A Caritas támogatásáért Péntek Károly, a Magnetic Áruháza Kft. Ügyvezetője és Molnár Ferenc családi gazdálkodó vehetett át elismerést. Kiütötte ellenfelét a Szóese férfi kosárcsapata. A szombathelyi együttes közel 50 ponttal győzte le a Kozár Michelint az MB2-es bajnokságban. A Kozár Michelin együttesét látta vendégül a szombathelyi egyetemiese az MB2-es férfi kosárlabda bajnokságban. Ragyogóan kezdte a találkozót a Szóese, a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét, és már az első negyedben 20 pontos előny dolgozott ki, amivel szinte el is döntötte az összecsapást. A vendégek azonban nem adták fel, próbálkoztak becsülettel, és a második negyedben csökkentették is a hátrányukat, a nagyszünetben 42-27 állt az eredményjelzőn. A térfélcserét követően újra magához ragadta a kezdeményezést, és megint elhúzott a Szóese. Hiába kért időt a Kozár Michelin, remek triplákkal és könnyű kosarakkal folyamatosan nőtt a különbség. Teljesen szétesett a vendégcsapat, a harmadik negyedben már 30 ponttal is vezetett a Szóese. A záró felvonásban előbb a 40, majd ezzel a szép három pontossal az 50 pontos különbséget is átlépték a szombathelyiek. A Kozár Michelin a második félidőben mindössze 15 pontot dobott, így a Szóese végül 91-42-re nyerte meg a találkozót. Nagyon hajtos mérkőzés volt, ugye egy ideje nem játszottunk már a srácok, úgyhogy elmondhatjuk, hogy meccsiesek voltunk. Próbáltunk kihozni mindent ebből a mai meccsből. Voltak hullámvölgyek, de szerintem sikerült kikerülnünk a gödörből, úgyhogy elégedettek lehetünk a csapattal. A Szóese három vereség után először nyert meccset az MB2-es bajnokságban. Hosszú ideje nem játszottunk már mérkőzést, 3-4 meccsünk is lehet, hogy annál több elmaradt, a különböző csapatok lemondták volt, amikor nekünk kellett lemondani a koronavírus miatt. A srácok nagyon várták már azt, hogy végre pályára léphessenek, úgy gondolom, hogy ez látszott is. Nagyon jól kezdtük a meccset, aztán a második negyedben volt egy kis hullámvölgyünk, ahol nem találtuk a ritmust. Fél időben sikerült rendezni a sorokat, és úgy gondolom, hogy megérdemelten nagy arányú győzelmet arattunk. A Szóese kosarasai legközelebb pénteken Mosó-Magyaróváron lépnek pályára a férfi MB2-ben. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk.
Friss híreket, információkat Facebook oldalunkon is találnak. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!